Köszöntöm Önöket, Rajkó Balázs vagyok. Önök tudják, mi a hasonlóság az amerikai New Orleans és Beregszász között? Nem tudják? Elárulom. Mind a kettőben szeretik a Dixie zenét, mind a kettőnek van Dixie zenekara, New Orleans Dixie Band és a Beregszász Dixie Band. Mai adásunkban a Beregszászival ismertetem meg Önöket. Kérem, tartsanak velem! Kartkovács Zsolt vagyok, művész nevem Pierre-nek szólítanak a cimborák, és tubán plusz basszus gitáron játszom itt ebben a zenekarban. Glauger Károly, a harson játszom. Pircs István vagyok, egy kicsit be vagyok rekedve, én vagyok a banjós, ebben a zenekar. Ne add, ide van nálam, köszi. Fornosi Pál, én pedig trombitás vagyok itt ebben a zenekarban. Biláncsik Lajos vagyok, mint látszik, dobos. Forgon Zoltán és klarnétot játszom. A Beregszász Dixieland Band, akik itt most szembe ülnek velem? Igen. Igen. Ki az, aki nekem el tudnám mondani, vagy igazából mindenkitől kérdezném, hogy én számomra az, hogy Beregszászon itt Dixielandet játszik valaki, ez szerintem egy nagyon különleges dolog. Én megkockáztatom, hogy a megyébe vagy itt Kárpátalján, de még a régióba, tehát a Szabolcs-Szatmárt is veszem, akkor talán nincs is zenekar, aki ezt a stílust játsza. Ugye most nagyon, nagyon divatos a popzene, a rap, a rock, tehát mindenről hallom, hogy újabbnál újabb előadók jönnek, újabbnál újabb témák, újabbnál újabb dalok, slágerek. Hogy van az, hogy itt Önök, ti hanem egyáltalán, hogy Dixielanddel foglalkoztok. Hát ez úgy volt, hogy 2009-ben a Beregszász Zeniskolában, még akkor Kunák Laci alapított egy nosztalgia együttest, ami ilyen összeállításban játszott. Na, ilyen nosztalgia régi számokat játszogattunk. És akkor mi már, Zoli meg Öcsi, mert mi maradtunk már csak a kezdőzenekarból, elhasználoztuk, hogy alapítunk egy Dixieland együttest. Na, egy pillanat. De miért pont Dixielandet? Mert az összeállítás, a hangszerek ugyanazok voltak, amik kell egy Dixielandbe. Viszont nagyon szeretjük a Dixie zenét, amit még nem is hallottunk addig közelről, egy zenekarra meg nem is nagyon találkoztunk. És akkor egy koncertünk volt a zeneiskolába, ahol ott volt az akkori főkonzul, aki megígérte, hogy összehoz nekünk egy találkozót a Bank of Dixielanddel. Na és akkor az úgy történt, hogy közben mi hozzákezdtünk készülni, és Kunák Laci meghalt. Meghalt, ott maradtunk. Tubás nélkül ott maradtunk, a trombitásoktól lelépett, a zongorista úgy szintén. Na akkor mi hárman, az Öcsi, a Zoli, hozzákezdtünk szaladgálni, embereket találni. Na, találtunk egy basszusgitárost, megtanáltuk, akkor Zoli hozott egy zongoristát az iskolából szintén, és egy trombitást is találtunk. Úgyhogy akkor
egy hónap alatt készítünk fel a koncertre, amit együtt kellett eljátszani a Benkó Dixielandre. Mitől Dixi a Dixi? Hát ez egy, inkább azt mondom, hogy improvizatív jazz. Maga a jazz dolog, az mind improvizatív, de ennek van egy olyan különleges dolga, olyan hangszereket vegyít össze, amiket addig még nem igazán használtak együtt. Ez az 1800-as évek közepe elejére nyúlik, Amerika, Észak-Amerika, New Orleans és környéke, felszabadították a sok rabszolgát, ugye nem igazán tudtak velük mit csinálni, rengeteg volt a munkanélküli, és amilyen hangszerek voltak éppen, ez egy tábornok találta ki, a New Orleansért felelős volt, hogy a rend csend legyen, csendőrségnek a parancsnoka, vagy százados, pontosan nem tudom, mindegy. Kitalálták, hogy adnak nekik hangszereket. Na és ugye milyen hangszerek voltak a katonaságnál? Voltak fúvósok, ugye dob. A zongora az majd csak később került hozzá a Dixielandhez. A klasszikus Dixieland a zongora nélkül van. És akkor tubával kezdték ezt. Aztán felcserélődött, mert jött a hard jazz, az a Dixielandnek az alapjaira épülő zenekar, abba lágyabb hangzást ad a bőgő, de mi maradtunk a tubánál. Nem azért, mert Pierre nem tud bőgőzni, biztos tudna. És úgy a banjo pedig lehet mondani, hogy már amennyire ki lehet ezt mondani, hogy tradicionális amerikai hangszer, ugye ez. Vitték magukkal a spanyolok a gitárt, a banjo-t meg keresztezték, avval itt van, nem nagyon látszik, hogy tettek rá egy ilyen dob plastik lapot, és akkor azon ütötték, és plusz egy hangot, egy ritmust meg tudtál vele kapni. És ez így keveredett össze, nem direkt egy megcsinált stíl, vagy zenekar rock voltak ezek, hanem ez volt. Ezt ilyen örömzenélésszerű dolog. Teljes mértékben örömzenélés volt. Annyit, ezt mai napig megvannak, ugye New Orleansban vannak nagyon híres utcák, mint a Brassin Street, a Louis Street, rengeteg, és mindegyik utcának megvan a maga indulója, amiken ott játszottak. Na most az volt a feladat, hogy reggel 8 órakor felvette a zenekar a hangszereket, és elkezdett játszani, mit tudom én, meddig, és amikor megálltak, akkor tudták a rendőrök, hogy akkor valami baj van, ezek már valamit csinálnak, és akkor rájuk néztek. Vagyunk a valamikori Szovjetunió területén, ha a legdélnyugatibb, vagy igen, délnyugatibb peremén is, de mégiscsak a volt Szovjetunió vagyunk, és ez a stílus, meg ahogy te is mondtad, ez egy Amerikából származó dolog. Szóval nekem ez egy kicsit ilyen, nem akarom azt mondani, hogy ilyen szolid passzív zenei ellenállás is a rendszer ellen, de hogy volt valami ilyen gondolat, hogy valami ellent menni zeneileg a fősodornak? Igen, ezt tett, amikor én hozzákezdtem 50 éve tanulni, akkor még tiltották ezt a zenét. Én a tanáromtól megmondtam neki, hogy Dixi zenét, nem? Azt mondja, vigyázz, Dixit nem szabad játszani, mert ez a kapitalisták zenéje. És mert úgy megijedtem, hogy nézzem, hogy ilyen gyönyörű zenét, és nem szabad játszani, mert kapitalista zene. A mostani repertoár az hogy alakult ki? Mennyi idő kellett hozzá? Vagy egyáltalán mennyire tud változni, mennyire tud frissulni? Mi kell ahhoz, hogy... Szóval kottákat ilyet Dixi zenekarokhoz vásárolni nem lehet. Itt van mindig egy alap, egy 16 taktus például, és az 16 taktus megvan az alap, megvan hozzá a harmónia, és abból kell megcsinálni a számot. Tehát tulajdonképpen elmondható, hogy a teljes repertoár, azt a 16 alaptaktust leszámítva, az mind saját szerzemény? Igen, a többit jóforma mindet mi csináljuk. Én megcsinálom az alapot, összeülünk körülbelül, hogy így meg, és akkor azt mondja, hogy na, így kéne, akkor Pali azt mondja, de mégis így kéne, úgy kéne, és akkor így elvitatkozunk, hogy egy hónapig... És a veszekedés, még aztán összejön mégiscsak az a bizonyos szám. Bármiből lehet Dixielandet csinálni. Aha.
amikor a banjo-nak van egy ilyen érdekes, ez a tendik, 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 ez amikor elkezd szólni, egy ilyen swing stílust, ha összejön Öcsi bácsinak alárak, és aztán pedig a három fő hangszer, ami a, ugye a harsona, a trombita és a klarinét, ez már maga adja a hangzást. Tehát tulajdonképpen van három alapozó, akik a, van és ti pedig, akik a stílust megadjátok, a Dixi hangzást. Igen, harmóniában is vannak, meg ebbe bele lehetne bonyolodni kicsit mélyebben is, de szerintem fölösleges, hogy mitől igazán Dixieland a Dixieland. Attól Dixieland, hogy úgy játszok, mint a Dixielandet. Van olyan, hogy koncerten is egyszer csak valaki elszabadul, és már rég nem azt játssza, amit a próbateremben? Sőt, nagyon ritka, amikor nincs. Igen. Általában egyfolytában így van, mindegy, és csak annyira megszoktuk már egymást, hogy ez nem annyira feltűnő. Szóval csak azt tudja, aki nap mint nap ott van velünk, és tudja, hogy ez eddig nem így játszottuk. Mert általában, hát ezért improvizatív a dolog, mert általában egy dal mindig más következő fellépés. A hangulattól? Igen. Tehát ha sok az improvizáció, akkor jó a hangulat? Így van. Igen. Vagy lehet, hogy csak... Ez egy kicsit... két oldalú, mert az egy dolog, hogy mi jól érezzük magunkat, de az a jó közönség is kell, hogy mi jól érezzük magunkat a színpadon. Mert hogyha a közönséget esetleg olyan feszélyezettebb, vagy még nem szabadultak fel, akkor nekünk is nehéz. Itt azért elhangzott az a kifejezés, hogy örömzenélésből alakult ki, egy valami fajta örömzenélés. Ha mondjuk maradunk itt Kárpátalján, akkor mondjuk a kárpátaljai közönséget az mennyire szokta magával ragadni ez a stílus, vagy a Dixieland koncertek? De először is meg kell, hogy értsék az emberek körülbelül, hogy mit is játszunk, mit is akarunk ebből kihozni. Az utóbbi időknek az a tapasztalata számunkra, hogy minél ismertebb számot dolgozunk fel, annál jobban fogadják tőlünk az emberek. Tehát ilyen, ismerős dallam, persze, vagy ismerős... Igen, hiába vannak nagyon híres Dixieland, úgymond himnuszok, amiket minden Dixieland zenekar játszik és értékelünk, de az emberek általában nem ismerik ezeket. Ugye nem az emberek hibája, hanem egyszerűen ez egy nagyon régi stílus, ami nem mondom, hogy eltűnőben van, de nagyon kevés ember az, aki ezt műveli. Plusz meg még mi most ugye inkább a magyar népzene, a magyar kultúra, régi hagyományok, amiket inkább ápolnak, aminek most egy nagy divatja van, úgymond. Hogy mindenbe a népzenét belecsempészni egy kicsit? Igen, és próbáltunk olyanokat mondjuk, hogy magyar csárdást, vagy ismertebb sanzont, népdalt feldolgozni, azt sokkal jobban szeretik az emberek, és akkor már bele lehet a darabok közé csempészni egy-egy olyat is, és akkor azt meg tudják érteni, és tudják értékelni. Tehát elhangzott az előbb, hogy van a zenekarnak egy olyan tagjai, akik az alapot biztosítják, és vannak, akik pedig a stílust adják meg. Kicsit hadd forduljak azokhoz, akik az alapot biztosítják, nem érzik azt, hogy megvan kötve a kezük, hogy én nekem ezt a
pedig hú, de oda sóznék egy futamot, vagy de belepengetnék, vagy de elindulnék valamerre, de nem, nekem ezt a úgymond jó értelembe véve a három stílus koordinátort ki kell szolgálnom a végtelenségig. Vagy mennyire marad meg a ti részetekről, az önök részéről a szabadság? Pillanatban úgy külön vannak adva szólók, a bencsónak is vannak külön szólók, a zongorának is, sőt még a tubának is vannak olyan részek, ahol ők szólóznak. Mint kísérő hangszerek, de közben szólóznak. Tehát akkor tulajdonképpen a koncertnek mindig van egy olyan pillanat, ami csak őróla szól, igen, vagy csak őróla szól? Így van. Majdnem minden számnak. Úgy építjük fel ezeket a számokat, hogy mindenki sorra kerül, valamilyen szerepet jár, valamennyire lehessen hallani őket is. Nagyon más banjón játszani, mint... Én most megmondom őszintén, mivel hogy én gitáros vagyok, nem nagyon tudok véleményt mondani a banjóról, mert mivel hogy csak azért banjózok, különben is, mert 6 húros, és ugyanúgy játszom a banjón, mint a gitáron. Különben a 4 húros banjókon teljesen másképp játszanak, más a hangolása, úgyhogy ez nem is tudok hozzászólni. Én megszoktam úgy, hogy kb. Úgy játszok banjón, mint gitáron. A Dixieland zenekarban dukál egy banjós, persze, de meg egy banjós. Ezt minden koncert végén, amikor bemutatom a zenekart tagjait, akkor családnak mindig kitérek kimondottan arra, hogy Kárpátalja egyetlen banjósa. Az első koncertjüket, ez itt volt, azt hiszem, hogy a Magyar Nemzeti Színház színpadán volt, és ott volt egy zenész találkozó. Na, mire én részt vettem ott egy másik zenekarban, és hát ugye akkor nekem ez nagyon megtetszett, gondoltam, hú, milyen jó lenne nekem ebbe játszani. És valahogy úgy hozta, úgy adta a jó Isten, hogy egyszer csak Karcsi bácsi kilépett hozzám Váriba, miután megszabadult a régi basszusgitárostól, azzal, hogy szia, tudsz basszusgitározni, de még be sem mutatkozott, azt se tudtam, hogy ki ez a fazon. Az akkori zongorista hölgyel jött Antal Diannával, én már játszott benne akkor. Hát én meg rávágtam, hogy tudok. Minden zenekarnak ez azért egy olyan dolog, hogy ha valamilyen szinten komolyabb műfajt játszunk, már amennyire komoly a miénk, de hogy amikor kimegyünk a színpadra, és mondjuk egyformában megjelenünk, az rengeteget dob már a hatáson. Mondjuk ez egy ugye a 30-as évek, inkább a 30-as évek stílusa a mi zenénk, és amikor van ennek ezek a Hosentrogerek, ami Karcsi bácsi is van, és egyforma ilyenbe kimegyünk, mondjuk az embereknek már ez tetszik. Aha. Már egy picit várok valamit, hogy itt valami nem mindennapi, mert ugye amikor megjelenünk, már az sem mindennapi, ezt azért hozzá kell tenni, elég érdekes társaság, és amikor meg megszólal az egész, már ugye az megint nem mindennapi, nem nagyon szoktunk találkozni olyan zenekarra, amit mi vagyunk. Aha. Szokták mondani, hogy ahhoz, hogy egy együttes jól működjön, a színpadon jól zenéjenek, jól szóljanak, az nem feltétlenül kell puszipajtásnak lenni az életbe. Itt a zenekar életében ez hogy van? Vagy ti egymás között milyen viszonyban vagytok? Mindjárt Pali befejezi, de én úgy gondolom, hogy mint egy nagy család vagyunk.
azon kívül, hogy barátok is. Szóval nálunk nem szokott lenni ez, hogy most van másikra pikkelünk, vagy ilyesmi. Tényleg örülünk ide jönni, beszélgetünk is sokat, játszunk is. Soha nem is voltak hullámvölgyek? Hát a hullámvölgyek mindig vannak. Volt kettő-három volt azért, igen. Minden ember más, mindenkinek vannak más rigójái. Pixi zenekarban egyébként nincs is női zenész? Tehát, hogy miért ne lenne? Hát, van. Persze, nekünk volt, ugye zongoristánk is, aha, persze. Épp az imént mondtam. Ja, igen. Antal Diannát, azután pedig... Aha. Kata, Lemák Katica, ő itt dolgozik a zeneiskolában. Most heten vagyunk amúgy, mint a gonoszok. Ezt azt szokták mondani, hogy ugye van 6 zenész, meg egy dobos. Aha. A billentyűsünk, a zongoristánk Lajos, hát most már ő is több mint egy éve van velünk. Amióta is csináljuk ezt a zenekart, soha szerintem senki fejében nem volt olyan, hogy hatalmas nagy célokat, hogy akármi is lesz, hogy még 5 év múlva fennállunk. Senkiben nincs ez szerintem benne, ezt csináljuk, mert szeretjük. Az egész társaság olyan, hogy látszik, ugye ez pár év korkülönbség azért van köztünk. Amikor mi bejövünk ide, nem magázódunk, tegeződik mindenki. Sőt, még becézgessük is egymást. És hogyha valahol megjelenünk, vagy valahova utazunk, nem tűnik fel nekünk, hogy mondjuk köztem meg Karcsi bácsi között, én itt ott van 40 év. Igen, meg Öcsi bácsi között is. Tehát tulajdonképpen az idősek hozzá fiatalodnak a fiatalokhoz, a fiatalok meg hozzá komolyodnak a... Sőt, hát nem. Ők komolyodnak hozzánk néha, amikor már... Elkomolytalanok. Igen. Hol tart most a Dixieland? Hát, hogy is... Mikor elhatároztuk, hogy mégis fogunk játszani, és belekezdünk komolyan, akkor hol fogunk gyakorolni, vagy próbálni. Na mondom, gyertek ide, van itt ennek terem 1, 2, 3, 4, 5, kiválasztottunk egyet, és hozzákezdtünk próbálni. Hangszereket vettünk, a kihangosítása, minden, ami keretett, ilyen dolog, mindent beszereztem, és utána hozzákezdtünk lassan. Hát gondoltam, de hát én nem is tudom, nem a pénzért kezdtük ezt csinálni, mert annyira az nem jár, csak azért a saját örömünkre, hogy összejöjjünk néha-néha. Vasárnap, és tényleg ez mikor van egy próba, és mindenki itt van, többet beszélgetünk sokszor, mint amit próbálunk. Én mondom, én nem is tudnák most már megrenni nélkülük. Hát olyan most van, mint a Na de azt Zoli hozzá kell tenni, hogy rögtön Karcsi bácsának van egy érdekes stílus az, hogyha nem megy valami, vagy nem jön összefele valami, én nekem elegem volt, hát ez finom, és kész. És mi mondjuk, Karcsi bácsi, hát 10 percig nem bírod ki, hogy ne híjjál utána. Zoli azt mondta, úgy se hagyod abba. És megmaradtunk saját örömünkre főként muzsikálni. Beregszász városáról sok minden eszünkbe jut. Remélem ezekről a fiúkról is eszükbe jut Beregszász. Na, és a Dixi zene. Mert ők a Beregszász Dixieland Band. Most még. Siessenek, legközelebb le ne maradjanak róluk.